Üdvözlöm Önöket, folytatódik a napi aktuális. Bűnügyi felügyelet alá helyezték a Verőcénél történt halálos hajó balesetben érintett szállodahajó kapitányát. Erről fogunk beszélgetni Sógor Zsolt ügyvéddel, aki korábban a Hableány károsultjait képviselte. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mire utal az, ügyvéd úr, hogy kétrendbeli halált eredményező segítségnyújtás elmulasztása büntette, és hatrendbeli segítségnyújtás elmulasztásának vétsége? Vétsége miatt fogják. Igen. Ugye a segítségnyújtás elmulasztása egy speciális bűncselekmény, amelyet szándékosan lehet csak elkövetni, tehát itt feltételezi a hatóság azt, hogy tudott róla. Tehát valamilyen módon érzékelte azt, hogy valamilyen baj történt, viszont nem győződött meg arról, hogy egyáltalán mi történt, hanem mindenféle segítségnyújtás és meggyőződés nélkül tovább ment, mint hallottuk a tudósításokból, aztán, hogy ebből mennyi igaz, azt nem tudjuk, a reflektorokat állítólag beindította és körbenéztek. Én azt mondom, hogy ez valószínűleg indokolt volt, mert a hajók sérüléseiből arra lehet következtetni, és most már sajnos azt kell, hogy mondjam, az áldozatok sérüléséből is, hogy itt óriási erővel ütköztek. Na igen, mekkora csattanás le? Ez borzalmas nagy csattanás, de különben ott vannak térfigyelő kamerák, tehát a Verőcei oldalon vannak térfigyelő kamerák, és az én legjobb információm szerint a térfigyelő kamerák rögzítették is a hangot. Tehát ha odáig elhallatszott, akkor nekik is hallani kellett valamit. Majd biztos fognak készíteni kísérleteket arra, hogy tehát a hajó vezetői állást csukott ajtajánál mit lehet hallani, mit nem lehet hallani. Ez valószínűleg indokolt is lesz. Az is indokolt, én úgy gondolom, hogy a bűnügyi felügyelettel biztosítják az egyik gyanúsított, vagyis hát jelenleg csak egy gyanúsított van ebben az ügyben, a Heidelberg hajóvezetőjének, egyben kapitányának az itt létét, hiszen ő cseh állampolgár. Mekkora bajba kerülhető amiatt, hogy nem segített a vízbe, került vízbe, hát személyeknek nem hajtotta végre a protokollt, nem állt meg? Hát ugye a gyanúsítás jelenleg kettő esetben szól, büntet, két rendbeli büntet, most már három rendbeli. Tekintettel délután arra, hogy délután megtalálták a Varga Mártont, aki szintén az utasok között volt, és még hiányzik még négy ember. És nagy valószínűséggel sajnos, ezt nem jó kimondani, de ők is az áldozatok között vannak. Tehát ez a rendbeliség csak nőni fog. Annyit tudni kell, hogy ez egy minősítő körülmény az, hogyha halált okoz, és ezért minősíti fel büntetre, tehát ezért volt az addig, amíg eltűntek, addig vétség, amikor már bizonyossággal tudjuk azt, hogy mondjuk elhunytak az áldozatok, akkor onnantól kezdve büntetről beszélünk. Ugye eddig a büntető részről beszéltünk, de itt nyilvánvalóan lesznek polgári kártérítési eljárások is. Ilyenkor a autóknál, motoroknál a kötelező felelősségbiztosítás valahogy életbe lép. Ön mit tud arról? Itt egy nagyon nagy kérdőjel van, és amennyit én tudok idáig erről az ügyről, mert természetesen, hiszen szakemberei vagyunk ennek a területnek, tehát a hajózásnak, a hajózással kapcsolatos jogi ügyeknek, kártérítéseknek, ezért mi is utána néztünk, hiszen jött már ebben az ügyben is, úgy néz ki, felkérés, tehát egyelőre ezt még nem mondhatom el, mert még ott nem tartunk, majd ha ez mondjuk realizálódik, és nagyon szívesen fogunk segíteni, de nagyon úgy néz ki, hogy ennek a hajónak, ez ugye egy sportcélú kisgéphajó volt, ennek nem volt kötelező biztosítása, mert a törvény szerint nem kötelező. És általában, ami nem kötelező, azt az emberek nem szokták megkötni. Ez egy óriási hiba, mert ez egy veszélyes üzem, mint látjuk, nem is kicsit veszélyes üzem. Nem, tehát mondjuk egy évben történik 20-25 halálos baleset az egész országban, ami a vízi közlekedéssel így összefügg, de az is sok. De anyagi káros balesetek szoktak bekövetkezni. Mások a nagyhajók, tehát most a nagyhajóval nem lehet ezt összehasonlítani, mint a Hableány és a Viking esetében. Ők mind a ketten nagyhajók voltak, és ott van kötelező biztosítás, sőt, ezt egy Európai Uniós norma szabályozza,
ami 200 ezer eurót ír elő fedezetként per utas. Per utas. Tehát, hogyha van egy 100 fős hajó, akkor a 100-200 ezer fedezetet kell biztosítani. Nem olcsók ezek a biztosítások, de ezekkel kereskedelmi és személyszállító tevékenységet végeznek. Tehát, ha jól tudom, ez a motorcsónak is bérelhető volt, tehát ez nem csak... Én is úgy tudom, mert ahogy utána néztünk meg, hát ugye a hajósok azért egymás között nagyon sok mindenre tudnak. Másik, hogy az internet és a Facebook sem felejt. A Facebookon fönn van az oldal, ahol hirdetik szolgáltatásként, hogy fánkúzás, túra Budapest területén, túra a Dunakanyarban. Valószínűleg igen, de ahogy beszéltünk a vízirendészettől, csak úgy megérdeklődtük név nélkül, hogy ennek a hajónak volt-e bármilyen ilyen engedélye, vagy a hajóvezetőnek, mondták, hogy nem volt. A hajóvezetőnek pedig nem hivatásos hajóvezetői engedélye volt, hanem sportcélú volt csak. Az, hogy ez egy 7 személyes hajó, és 8-an ültek rajta, hát jogi megítélés szempont? Túlterhelt volt, ez egyértelmű. Hát ez nem egy pozitív dolog, de én azt hiszem, hogy ebben az ügyben magáért a baleset okozásáért még nem prejudikálnék ebben az ügyben, de nagy valószínűséggel, ahogy ezt már Tóth Mihály kollégám is elmondta, nagy valószínűséggel a kisgéphajó vezetője lesz felelős. Sógor Zsolt, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.